A Dacia Spring egyszerű kezeléssel könnyíti meg a mindennapi használatot. A sebességváltót a fokozatválasztó kar vezérli. A praktikus forgatható gomb egyszerűvé teszi a kívánt fokozat kiválasztását. A D-Drive a hajtás. Válassza ezt a fokozatot előre menethez. Az N-Neutral az üres fokozat, az R-Reverse a hátramenet. A gépkocsi indításakor először fordítsa a fokozatválasztó tárcsát N-helyzetbe, azaz üresbe. Nyomja le ezután a fékpedált, majd fordítsa elütközésig a gyújtáskulcsot. A kijelzőegységen megjelenő OK visszajelző azt jelzi, hogy a gépkocsi menetkész, elindulhat vele. A felpörgő motor zaját természetesen nem fogja hallani. Ön egy elektromos gépkocsiban ül. A vezetési üzemmód megváltoztatásához először nyomja le a fékpedált, majd fordítsa a választógombot a kívánt helyzetbe. A kijelzőegységen a kijelző D, N vagy R villogni, majd világítani kezd, mutatva, hogy a választott üzemmódban van. Ha a vezetési mód megváltoztatása előtt nem nyomja le a fékpedált, a kijelzőegységen ez a visszajelző arra fogja kérni, hogy tegye azt. A fokozatválasztó gombot biztonsági okokból csak lenyomott fékpedál mellett lehet elfordítani. Fontos, a gépkocsi nem marad álló helyzetben pusztán attól, hogy a fokozatválasztó gombot en helyzetbe fordította. Annak érdekében, hogy a gépkocsi ne guruljon el, mindig húzza be a rögzítőféket, mielőtt kiszáll a gépkocsiból.